A Mesevár Óvoda Süni csoportjának műsorával kezdődött az útavató ünnepség péntek délután Piricsén. Pár hónapja fejeződtek be a munkálatok, és most ünnepélyes szalagátvágással is átadták a lakóknak. Ez az autó már a megújult Petőfi utcáról kanyarodhatott a szintén megújult Arany János utcára. Ezen az aszfalt rétegen sétálni, sőt kerékpározni is kényelmesebb, mint a korábbi földúton. Ezzel a beruházással az itt lakók régi álma és a polgármester 16 évvel ezelőtti ígérete teljesült. Bejött a szennyvízépítés. Akkor azért nem akartunk utat építeni, hiszen ha elkészítjük az utat, akkor a szennyvízzel minden szétszedünk. Aztán nem akartunk ugyan, mint meg kell az üzemeltetés, elkészíti a háztetőt, aztán építi alá a falat. Így aztán még megint vártunk egy pár évet, elkészült a szennyvízberuházás, annak kapcsán több utat sikerült felújítanunk, hiszen a szennyvíz árkok ásásakor több út tönkrement, és a kivitelező ezeket rendbeszedte. Illetve az ott felszabadult törmelékkel, nem törmeléki, bontási anyagot használtuk fel a későbbi utak alapjának elkészítéséhez. Így a Petőfi utcának a második szakaszát sikerült alappal ellátni, illetve a Béke utcát is egy útalappal láttuk ebből a törmelékből. Több pályázatnak köszönhetően végül a település útjainak egyharmada elkészült és kapott legalább egy alapot, több pedig szilárd burkolatot. Én azt gondolom, hogy egy ilyen település életében meghatározó jelentőséggel bír az utak, úthálózat fejlesztése, ez könnyíti az életünket, a közlekedést, jól mutatja a település élni és fejlődési akarását egy ilyen úthálózat fejlesztés. És azt is gondolom, hogy büszke lehet a települése egy ilyen fejlesztési sorozatra. Az ország kevés települése tudja önmagáról ezt elmondani, hogy közel 10 útja újul meg az elmúlt 4 évben. Nem csak a településen jelentős ez a beruházás, a térség is nagy hangsúlyt fektet mind a kül, mind a belterületi utak megújítására. A választókerületben 2018 és 22 között a 4 számjegyű utakat szeretném említeni. Ott 60 kilométernyi út újult meg, és ez mintegy 5,5 milliárd forintba kerül. De ha a belterületi utakat nézzük, akkor 45 útszakasz felújítása történt meg a Magyar Falu Program és a belügyminisztériumi lehetőségeket figyelembe véve, tehát belügyminisztériumi pályázat jóvoltából. És emlékeim szerint ez 1,5 milliárd forint értékű beruházást jelentett. A Magyar Falu Program azonban számos más lehetőséget is kínál a kis településeknek a fejlődésre. Óvoda bölcsődei programok is vannak a Magyar Faluban, utas programok, egészségügyi intézmények felújítása, illetve műszerezettsége, műszerrel való ellátása. Tehát nagyon is reflektál a program a települések igényeire, és nagyon régi adósságot pótol, de például a kisboltok felújítása is ennek a programnak a része. Ezeken a felvételeken jól látható, hogy a Béke utca még nagyon rossz állapotban van, esős időben szinte járhatatlan. Hasonló az Akác és a Nyár utca is. A polgármester ezek felújítását már előkészítette, az erről szóló dokumentumot pedig átadta az országgyűlési képviselőnek. Ez a szükséges forrásokat is tartalmazza. Így a következő években a település összes utcája megkaphatja a szükséges aszfaltréteget.